Szia! Nos, hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Imáron a harmadik tiling felületünkkel, ami nem más, mint az i3. Ugye előzőleg volt egy Ápszom, meg egy BSPVM, most pedig itt az i3. Isten igazából, hogyha így megnyitva látod, akkor túlságosan nagy különbséget nem fogsz tudni tenni a BSPVM-hez képest, hiszen ugyanaz a felül lévő polibár elrendezés, és ugyanaz a háttérkép, szóval gyakorlatilag Ugyanaz minden egészen addig ameddig meg nem nyissunk meg nem nyitunk egy ablakot ugyanis akkor már le is bukik Így Nyitunk két Apró kis alakritit és gyakorlatilag rögtön láthatod Hogy míg a BSPVM-nél ugye itt nekem alapból egy ilyen kék illetve szürke Háttér van vagy keret addig itt láthatod hogy ez a kettő szinkavalkád játszik. Éppen a jobb oldali ugye az aktív, a bal oldali pedig ugye az inaktív. Úgyhogy így láthatod a különbséget. Amit módosítottam az i3 gyári beállításához képest, ugye az nem más, mint hogy egyértelműen alulról eltűnt ugye a i3 bár, és helyette jött be a polibár, illetve a színekkel játszottam egy kicsit, amit hát még mindig nem érzek a magaménak, úgyhogy ezen még lesz mit változtatni, hiszen én amit szerettem volna elérni az az, hogy fölül olyan legyen, mint most jelen pillanatban, hogy itt nincsen semmilyen title, vagyis nem látom annak az ablaknak a nevét, amit én éppen megnyitottam, ugyanakkor alul viszont a státuszbárt akartam használni, viszont betűméretet abban növelni, egyidejűleg csak a bárban nem sikerült, csak úgy sikerült változtatnom a betű méretet, hogy azzal gyakorlatilag eltüntettem egyrészt a i3 bárt, kettő eltüntettem fölül is a tájtőt, holott én csak fölülről szerettem volna ugye a tájtőt, illetve nem utolsó sorban, amit még láthatsz a gyári válításhoz képest, hogyha te is megnyitod az i3-at, az nem más, mint hogy van egy ilyen rések, ugyanis hozzáadtam öt mélységű részt, és akkor onnantól kezdve minden tökéletes és nagyszerű. Na de nézzük meg ezt e, eh... hogy néz ki, tunár i3 valahol lesz a konfigba, ugye? És akkor itt is vagyunk, konfig, és amiről beszéltem, az a rész az itt van. Ugyanis, ha most én ezt a részt itt hozzáadom, és csak visszarakom az eredeti 8-asra, nyomok egy mentést, egy újraindítást, akkor visszajön itt, és itt a státuszvár is visszajönne, ha nem lőttem volna ki. Viszont, ugye én amit el akartam érni, és már elmondtam előbb, az nem más, mint hogy ezt visszaállítom 8-asra, Ctrl S, Windows Shift C, és eltűnik, de akkor a, ha megjelent volna a státuszbár akkor a státuszbár is eltűnne szóval én ez nem szeretném úgyhogy még egy kicsit a i3 státuszfájba bele fogok mászni, hogy megnézem, hogy mi a helyzet hát ha ott kell ezt beállítani igazából sem utána nem kerestem az interneten sem, én nem próbálkoztam de meg fogjuk nézni, és közben kamusztam, ugyanis nem 5, hanem 10-esre van állítva ugye a Rés. Hogyha láthatod, illetve itt vannak ugye a színek felsorolva, amiket itt láthatsz keretként, és nem utolsó sorban be van állítva itt is a nitrogén, illetve a pikom, hogy tökéletesen működjön, ide pedig ugye be van állítva a polibár, mint olyan, de ha most én innen kiveszem ezt a részt, meg kiveszem ezt a részt, meg kiveszem ezt a részt, ezt viszont ide beteszem, és nyomok egy Ctrl-est, Ctrl-C, és nem jelenik meg a történet. Látod? Nem jelenik meg a történet, mert nullám van. Visszaállítjuk 8-ra, Ctrl-S, Ctrl-C, viszont valami oknál fogva továbbra se jön vissza maga a jó öreg úgyhogy itt valamit nagyon elcsesztem az alapbeállításokban, de meg fogjuk nézni, hogy mi az, és akkor hajrá, itt ez a piros annyira nekem nem tetszik, és nem tudom, hogy mi ez a piros hogy ő ezt miért rakta ide be. Na mindegy, hát szóval lesz itt mit szórakozni, ügyködni, ügyeskedni, úgyhogy van még mit tanulni itt kőkeményen magába a i3-ba, hiszen nem minden tökéletes, ami fényli, úgyhogy én röviden ám, de belősen, hogyha szeretnél egy próbát tenni egy tilingál, és nem szeretnék különböző nyelveket megtanulni, mint az Absom esetében a Luba, az X maradnál a Pascal, vagy nem akar c tanulni, mint mondjuk BSPVM-nél, vagy Herzlut VM-nél, vagy Qtine-nél a Python, akkor én az I3-at kezdőknek nagyon tudom ajánlani, mert egyrésztről iszonyú kevés a memória kihasználtsága, és akkor nézzük is meg, hogy mit mond nekünk a NeoFetch. A Neo még kiegészíti, igen. Hát kemény 1300 at zabál, de ne feled, hogy megy közben az OBS felvétel. És egy órája van a gép ugye bekapcsolva, ugyanúgy áts az operációs rendszerünk. I3 és minden más egyéb ugyanaz, mint amúgy magán a BSP en vagy a zárszomon. Úgyhogy röviden ám, de jelen pillanatban itt tartok az i 3 mal nem egy szépség nem egy jóság azért ez még keményen a mókolás határán működik úgyhogy van itt még mint bőven fejlődni változni hiszen még scriptet is meg kéne tanulnunk írni legalábbis én szeretnék egy olyan apró scriptet, hogy amikor kilépek akkor nyomok mondjuk egy Windows Shift elgombot, gombot és ahelyett hogy megkérdezni ugye úgy mint itt ezt ahelyett bejön egy menü, mondjuk ide, vagy ide, vagy bárhová, és megkérdezze, hogy mit szeretnék, hogy újraindítani, kikapcsolni, hibernálni a gépet, vagy csak egyszerűen kijelentkezni. Egy ilyen kis menüt akarok csinálni. Illetve hát nem lenne utolsó, mondjuk, ha minden egy ilyen ablakban nyílna meg, nem úgy, mint a tunár, hanem úgy, mint egy alakriti. így tökéletesen mondjuk letisztulva, nagyszerűen, mint egy tunár nyílna, vagy mint egy alakülti nyílna meg. Úgyhogy röviden ám, de szerintem a rizsertalásból ennyit. Én nekem egyelőre még fejlődni van utam, neked pedig remélem, hogy azért sikerült valamelyesből keltenem a figyelmed az i3 iránt, és további szép napot kívánok. Vigyázz magadra, kellemes hétvégét, pápuci!